Popeye a tengerész. Magyar hangok. Vizi György, Kofler Gizi, Faragó András. Frász a végsőkig. Halloween-i rémmesék. Jó lesznek, hogy hújták a hozzávalókat, és a boszorkányok megfőzték a rázsitalukat, és mindenkit, aki belekortyolt ebbe a varázsnegybe, menthetetlenül megszállta egy Néztem meg már hazablottó. De jaj a kétkedőknek és a szerencsétlen hitetlenkedőknek, mert ezekre a boszorkányok bűvány... Hogy szabaduljak meg ettől a nyavajás Popeye-től? Óvatosak Halloween éjszakáján, mert ilyenkor százával kísértenek vidécek, szellemek, és persze lények. Ugyan már, Oliva, nehogy komolyan vedd. Ez az egész csak mese, csak a gyerekeket ijesztgetik vele. Későre jár, gyerekek, nekem már réges-rég ágyban lenne a helyem. Már is menned kell, jaj, de kár. Jó éjt, Brutó! Ó, anyám, na végre! Már azt hittem, sosem megy el. Jött valaki! Kinyitom az ajtót! Jó estét, hölgyem! Mondja csak kérem, itt lakik Oliva Ollali kisasszony? Popeye! Egy fej nélküli ember áll az ajtó előtt! Ilyen állatot én nem ismerek. Agyamra megy az ostoba bonáival. Tudtam! Ettől ijedtél meg, ez csak egy tök lámpa. Hozzak egy pohár vizet, Oliva! Tessék, Oliva, ezt most itt meg szépen! Ó, ez jót fog tenni! Kedvesem, hidd el, egy pohár hideg víz csodákat művelettől majd megnyugszol! Oliva! Az előbb egy szál csontban meg sem ismertelek. Mese, takarodj a házamból, te gondok szellem! Popeye! Szóval ez az egész a művel? Te hozod rám a frászt? Takarodj és vissza se gyere! Nesze, itt hagyom a barátnődet is. Jó mulatást, haver! Nekem most védelmeznem kell Olivát azoktól a gonosz ijesztő szörnyetegektől. Hát te vagy ez, Brutó? Hát persze, hogy én. Gondoltam, egy kis társaság mindig elkél. Hát jó. A frász hát legyen frász. Épp itt az ideje, hogy egy igazi szellem is színre lépjen. Alakfosztó alapozó. Pont ez kell nekem. Egyet se félj, kedvesem, a szellemektől, amíg engem látsz. Hé! Thank you.
Segítség! Szellem! Kísértet! Lidércia már segítség! Megint itt van, söpörjünk innen! Engedjetek ki! Popeye! Hát visszajöttél! Hiába a szerelem szelleme!